Fél évszázada épült fel az Aszódi STK, vagy ahogyan ma hívják, rendelőintézet, sajátos körülmények között. A kommunista rendszer lerombolta az Aszódi templomot. Barlai Edit szemtanúja volt a templom felrobbantásának, majd kötelező társadalmi munkában gimnazistaként neki is át kellett hordania a templom tégáit egy telekre, ahol felépült az STK épülete a templom építőanyagából. Az Aszódi Javítóintézet itt van nem messze tőlünk, az ön háta mögött, egy olyan 100 méterre. Annak volt egy gyönyörű park, és a gyönyörű parkban 1905-ben adták át azt a templomot, aminek tégláiból ezt az STK épületet felépítette Aszód közösségi összefogással. Az épület maga, a templom útjába volt a rendszernek 1950-től kezdve már. Ugye akkor kicsit más elméletek szerint, mert az ifjúság nevelése, és egyáltalán Magyarország mindenhez úgy állt hozzá, hogy a múltat eltörölni, ugye? És jött egy olyan MSZMP-s határozat, mely szerint a templomot meg kell semmisíteni. Ezt írd és mond, Hajszál pontosan így is történt. Ekrazittal alá aknázták szó szerint. Ami értéket tudtak kimenet, kiítettek belőle azok, akik az intézetben dolgoztak. És aránylag csupaszon maradt, meg három felekezett temploma volt ez a templom. Felrobbantották a templomot 1960. augusztusában. Saját szememmel láttam meg az utcánkból, akik itt lakunk az Aszódi Javítóintézet szolgálati lakás során, és akkor az összes gyerek azt várta, hogy hogy fog történni reggel 6 órakor egy nagy remegés, megemelkedett az egész templomtorony, és így önmagába visszaomlott az egész. Majd amikor ez megtörtént, ugye nagy csönd a szódon, mintha nem is történt volna semmi a szódon, viszont elkezdték szervezni, szinte kötelező volt társadalmi munkába, nekünk, mint gimnazistáknak, onnan a téglát javítós gyerekekkel együtt ők is segítettek erre a telekre hordani, ahol most az STK épülete áll. Ez egy csodálatos kertészeti területe volt a javítóintézetnek. Innen látták el Aszód lakosságát zöldséggel, gyümölcsel. Saját kutakkal rendelkezett ez a hatalmas nagy telek. A mentőállomás épülete kertészlakás volt, az gyönyörűen felújították most, és abban a mentőállomás dolgozik. És itt a művelkertek helyére elkezdték kézzel kiásni az egész alapot. Mert akkor azt mondta, hogy meg nem szüntetjük a téglák nyomát se a szódon, mert működött a szódon a vasféle téglagyár, mindegyik jelzett tégla, tehát hogy lepucoltuk a téglákat a maltertől, ugye, ami már megkötött rajta több mint 100 év alatt. Előbb bukkantak a felségjelek, hogy vas, vas, vas. Tehát vasból van az egész épület, hogy a templom is abból volt. És gyakorlatilag akkor nem volt még buldózer, markológép, tehát itt mindenki társadalmi munkában ásta az alaphoz az árkokat, végezte az összes fizikai munkát, tehát fiatalok, idősek, itt összefogott a javítóintézet összes mestere, tehát az asztalosok, a kőművesek. Tehát mindenki azon volt, hogy mentsük a menthetőt úgy, hogy egy szentélyből egy másik szentélyt hozzunk létre, és ezt az állam kisajátította, ezt az állam az államtól sajátította ki, mert a javítóintézet állami tulajdonban volt, és akkor ezt a kertészetet itt egy az egyben megszüntették. Itt van még egy épület, az STK másik oldalánál, az is kertészeti lakás volt, tehát ott a Fekete bácsi, Vince bácsi, tehát én gyerekkoromból így emlékszem vissza ezekre a jó kertészbácsikra, és a nevekből is sokakra Varga Pista bácsi volt a kőműves, Füleki bácsi, Zdenkó bácsi, tehát rengetegen dolgoztak azért, azt mondták, ha más nem, akkor az utódjaimnak, gyerekeimnek, unokáimnak lesz egy orvosi rendelő intézet, és nem kell utaznunk Budapestre, mert mi akkor még Budapestre jártunk a Péterfi Sándor utcai kórházba, hogy ellátásban részesülhessünk. Na most az alapító okirat, az jelen pillanatban, akkor járási székhely volt a szód. És amikor megszűntünk járási székhelyé lenni 1970 után, elvittek minden iratot, de sajnos az összes fényképet is elvitték, ami az átadás idején készült, ami azóta az STK-val történt, tehát nagyon sok dokumentum nem áll rendelkezésünkre. Élőszóban nagyon sokan tudnak mesélni, hogy egyáltalán hogy épült meg ez a szakorvosi rendelőintézet. Tehát egy aszódi összefogás, és azóta Galga völgyében 33 ezer embernek az egészségügyi ellátásában segít, szó szerint. És amit még szeretnék mondani,
Magyarországon ehhez hasonló épület már csak egy van, ugyanebben az elrendezésben szintén szakorvosi rendelőintézetként működik, utána lehet nézni Siófokon. Tehát ennek van egy ezzel egy időben épített ikertestvére, több nincs belőle Magyarországon. Barlai Edit, aki az Aszódi Nevelőintézet rajztanára volt évtizedekig, egykori tanítványaival néhány évvel ezelőtt segédkezett a rendelőintézet belső terének szépítésében. Egyébként magával az ellátás színvonalával miként voltak elégedettek az aszódiak, vagy ön mondjuk az elmúlt 50 évben? Én nagyon szeretem az STK-t, és amikor előtérbe került az, hogy talán megszűnik Aszódon ugye a szakorvosi ellátás, akkor elsőnek jelentkeztem, hogy nagyon szívesen harcolok azért, hogy megmaradjon. Nagyon jó orvosai voltak mindig is a szakorvosi rendelőnek. Dr. Bodó Zsolt, belgyógyász főorvos, csaknem 3 évtizedig irányította az Aszódi Rendelőintézetet. Doktor úr, ön csaknem 28 évig volt ennek az Aszódi Rendelőintézetnek az igazgatója. Miként látja a múltat a tekintetben, hogy hány embert kellett évente, éves szinten ellátni itt már, akár csaknem 3 évtizeddel ezelőtt is, és milyen településekről jöttek ide az emberek elsősorban? Hát azt pontosan megmondani nem tudom, hogy éves szinten körülbelül hány embert láttunk el, de a területen, amelyik ide tartozott ellátásra, az kb. 38 ezer embert jelentett. Az utóbbi években ez még szaporodott 3-4 ezer emberre. Tehát most azt lehet mondani, hogy most jelenleg több mint 40 ezer embert látunk el. Gyakorlatilag hogyan kell elképzelni, milyen eszközparkkal, milyen eszközökkel rendelkezett mondjuk 3-4 évtizeddel ezelőtt ez az Aszódi Rendelőintézet? Én azt hiszem, hogy elég jól föl voltunk szerelve, az akkori idő követelményeinek megfelelően. Hát röntgenkészülékünk volt, ultrahangkészülékünk volt, és hát a szakmák a saját felszerelésüket, EKG-n volt. Tehát megpróbáltuk és sikerült is megszerezni azokat az eszközöket, amelyet egy-egy szakrendelés igényelt és használt is. Mégis az utóbbi évtizedben mi az, amiben sikerült fejlődni, milyen új eszközök jöttek most? Hát talán a legjobb az az ultrahangkészülék, amelyik néhány éve került ide a rendelőbe. Most jelenleg beüzemelés alatt áll egy másik röntgenkészülék, ami tulajdonképpen újabb, mint a korábbi volt. Azt, hogy milyen hatékony lesz, az majd a beüzemelés után kiderül. Milyen osztályok voltak a kezdet-kezdetén, mi változott azóta, bővült-e, vagy gyakorlatilag ugyanazok az osztályok működnek pici módosítással, mint a kezdetekkor? Hát elég sok szakrendelést, elég sok szakrendeléssel indultunk, vagy működtünk. Ami azóta bővült, például a pszichiátria, a személyekkel bővült, tehát most már 2 pszichiáter dolgozik a rendelőben, már 2 masszőr dolgozik a rendelőben, de tulajdonképpen ugyanaz a orvos létszám van, ami az indulás után kialakult. Milyen népbetegség volt mondjuk fél évszázaddal ezelőtt, és mi van most? Hogyan lehet ezt definiálni? Hát a klasszikus népbetegség, ugye a tüdőbetegség, az is föllelhető volt a környéken is. A tüdőgondozó ennek igazán a megmondhatója. De ugyanúgy, mint ahogy manapság is az emésztőszervi betegségek, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, talán ezek a legjellemzőbb, légúti betegségek, de hát ez szintén a tüdőgondozónak az asztala. Úgyhogy nagy változás nem történt, mi próbáljuk azt biztosítani, amit egy ilyen szintű rendelő biztosítani tud. Ön szerint miként lehet megítélni az emberek mentalitását, mondjuk fél évszázad távlatában? 50 évvel ezelőtt mennyire vigyáztak az egészségükre? Hogyan mentek el, vagy elmentek-e időben az orvoshoz, és mi a helyzet ezzel kapcsolatban jelenleg? Én azt hiszem, hogy a vidék sajátossága az, hogy
itt olyan emberek élnek, akik valahol valamilyen munkahelyen dolgoztak, utána hazamentek, beálltak a fóliába, és utána addig dolgoztak, ameddig csak bírtak. Na most a növénytermesztés az volt az első, aztán a betakarítás volt a második, és amikor már minden ezzel végeztek, akkor jöttek ők, mint betegek. Tehát én azt hiszem, hogy a munka és az ehhez kapcsolódó dolgok számukra mindig is fontosabbak voltak. Hát ez lényegesen jelenleg sem változott, talán csak annyiban, hogy öregedett ez a társadalom is. Tehát gyakorlatilag ugyanazok a gondok, illetve ugyanaz a mentalitás látszol, itt az emberek nem igazából figyelnek oda az egészségükre? Ezt talán nem mondhatnám, mert azért országos szinten is annyi fölvilágosító előadás, annyi kampány, egészségről szóló kampány van, amit nem lehet kikerülni. Érdekes módon az elmúlt évekig nem nagyon éreztem azt, hogy a terület lakossága nagyon a szívén viselni a rendelő sorsát. De miután egy alapítványt hoztunk létre, és ezt nyilvánossá tettük, azt kell, hogy mondjam, hogy megváltozott a véleményem. Olyan szeretettel, olyan jó szívvel segítik az alapítványt és ennek a rendelőnek a dolgait, hogy le a kalappal előtte. Úgyhogy én csak hálás köszönetet tudok mondani mindenkinek, aki nekünk itt segítséget nyújtott. Tulajdonképpen ez a segítség, ez mind arra szolgált, hogy az idejövő betegek komfortosabban érezzék magukat a várakozás alatt, hogy egy kicsit nyugodtabban teljen az idő, amíg egyik-másik vizsgálatra várnak. Dr. Bodó Zsolt amellett, hogy verseken házi orvosi praxist lát el, az Aszódi Rendelőintézetben nyugdíjasként, hetente kétszer rendel belgyógyászként.